Sziasztok, mongufták! Ez most nem egy szokásos videó, ugyanis elgondolkoztam a napokban, mert ugye jön a hideg, jön a tél, egyre hamarabb sötétedik, stb. És az ember ilyenkor sajnos hajlamos arra, hogy befelé forduljon, ne legyen a legjobb kedve, és ez nem jó dolog. És arra jutottam, hogy szálljunk egy 3-4 percet erre a dologra, hogy bármennyire is hosszú napod volt, lehet, hogy rossz volt az iskolai napod, vagy a munkahelyi napod, lehet, hogy bántottak, vagy piszkáltak a mai nap folyamán, lehet, hogy nem úgy sikerült egy beadandó dolgozat, vagy csak úgy szimplán ballábbal keltél fel, az önmagában nagyon-nagyon rossz, és arra próbálok sarkalni, hogy ne ezt vedd észre a mai napon csak. Mert annyi mindenért hálásak lehetünk, és ezt sokszor elfelejtjük átgondolni, hogy hálásak lehetünk egyrészt azért, hogy van kihez hazamennünk. Hálásak lehetünk, hogy tudunk kommunikálni. Hálásak lehetünk, hogy ha bár kint háborúban, sok helyen minket ez még olyan szempontból nem érint, hogy meneküljünk és ott kelljen hagyni az otthonunkat. Hálásak lehetünk, hogy van ételünk, italunk, ruhánk, és nem fagyoskodunk kint a hidegben. És ezek apró dolgok. Csak gondolj át, hogy te miért vagy ma hálás. Most nem azt mondom neked, hogy nézz vissza egy régebbi live-ot vagy videót, nyilván jól esik, ezzel is támogatsz, téged szórakoztat, kikapcsol, de ma azt mondom, hogy inkább csak gondolkozzunk el egy kicsit ezen, hogy mennyire nehéz a pozitív dolgokat észrevenni és pozitívnak maradni olyan időszakban, ahol az árak folyamatosan emelkednek, mindenki agresszívan reagál, szomorúak, nem nagyon látunk mosolyogni embereket, és ez nagyon rossz. Ezzel nem tudunk mit csinálni, annyit tudunk csinálni, hogy ha a körülményeink negatívak, vagy negatívan alakul valami, mi megpróbálunk mégis a jóra koncentrálni, pozitívanak lenni, és tényleg megbecsülni azt, ami van. Úgyhogy én most csak ennyit szerettem volna, hogy tudd azt, hogy ha esetleg ma nem úgy sikerült a napod, mint ahogy szeretted volna, egyrészt a remény és a bizalom benne van, hogy a holnapi valószínűleg ennél csak jobb lehet, illetve azt se felejtsd el, hogy ha úgy érzed, hogy teljesen magányos vagy, és senkinek nem számítasz, vagy senkit nem érdekelsz, akkor tudd, hogy én mindig gondolok rátok. Hát, hogyha már más nem, akkor legalább ez a szakállas férfi gondol rád, az is már egy pozitívum, és ezért vagyunk egy közösség. Most a komment szekcióba csak annyit kérek, hogy írd le, hogy te miért vagy hálás. Legyen további szép estétek, és találkozunk holnap délután. Sziasztok!